Üdvözlök mindenkit, ez itt a Vörösötös X-Wing YouTube csatorna, Ricsi vagyok, és nagyon sok mindennel szeretnék nektek kedveskedni ebben az adásban, mert hát az előző az már elég régen volt, így most pótolni fogunk pár hiányosságot is. Ez ugye itt a harmadik adás, és ott láthatjátok oldalt tematikát, hogy konkrétan miről fogunk beszélni. Azok, akik esetleg podcast formájában hallgatják ezt, azoknak most mondom, hogy az elmúlt egy-két hónap nemzetközi eseményeit fogjuk kipécézni, konkrétan nemzetközi versenyeknek az eredményeit. Ugye volt itt egy francia nemzeti, volt egy német nemzeti verseny, volt egy amerikai nemzeti, és még mindez előtt egyébként volt a Gen Con, ami ugye az észak-amerikai championship volt. Ez a négy versenynek az eredménye, ez kifejezetten befolyásolni fogja azt, hogy mit tartunk jónak esetleg az itthoni játékos állományban is, mit láthatunk jó eséllyel az itthoni versenyeken is. Tudni kell még, hogy még az angol nemzeti bajnokság itt most szeptemberben lesz, ahogyan a lengyel is, és mind a két nációból feltehetőleg érkeznek hát a lengyelektől kifejezetten sokan érkeznek majd a magyar nemzetire, így majd egy külön adást fogunk szállni azoknak az eredményeinek is a kibeszélésére, mert komoly esély van rá, hogy a lengyelek a saját versenyük tanulságaiból levonva, saját versenyükből a tanulságokat levonva fognak építkezni, és ezeket a listákat fogják bevetni ellenünk. Így aki egy stabil, jó eredményt akar elérni, annak majd tudnia kell bizonyos úgynevezett lista archetípusok ellen harcolnia, különben kellemetlen meglepetések érhetik majd a pályán. Ugye a legrégebben a Gen Con volt az előbb említett versenyek közül, így nézzük meg először annak az eredményeit. 96 ember jutott be a második napra, ami azt jelenti, hogy ők voltak a legjobbak, akiknek nem vagyok benne hirtelen biztos, hogy hány győzelmet kellett elérniük, de az egy jelentős mennyiséget. Talán az első 7 meccsükből kellett 5-öt nyerni, vagy valami hasonlóan jó százalékkal kellett szerepelniük. Tehát mindegyik lista, ami igazából itt szerepel, az már egy egészen strapabíró eredményt mutatott föl. Ez a mondat kevésbé lett kerek, azért remélhetőleg értettek, hogy mire gondolok. Ugye még talán a második nap elején is küzdöttek, mielőtt az egyenes kieséses szakaszba kerültek, és az Európa-bajnokságon így volt. Itt látszik, hogy a legjobb 16-nál vágtak, és így se jutott be minden 7 győzelmes, páran pont kimaradtak a legjobb 16-ból. De minden esetre a 9 meccsből 9-et nyert Tyler Barnett, aki egy Nim és Dengarral jutott be a legjobb 16-ba, de végül így csak 8-dik lett. Ugye fontos megemlíteni többek között ezt a Dengar és Nim kompozíciót, ahol is Dengar egy ilyen expertise-zel felszerelt Punishing One címmel ellátott Kanye Security és Unhinged Astromech-es, hát most jobb ilyen azt mondom, hogy vadállat. És attól függően, hogy pontosan kit hozunk mellé, emeli a Dengar mellé, attól függ, hogy esetleg veszünk bele a torpedót, nem teszünk bele a torpedót. Így lehet az embernek a saját játéstílusához hangolni ezt az összeállítást. Ha megnézzük, így most az a Nim, ami mellé érkezett, abban volt egy Veteran Instinct, mind a Ska, mind a Rebel Nim nagyon-nagyon erős PS10, teljesen felborította a meta arculatát, és meglepő módon egyébként, erről meg később visszatérünk, azzal, hogy Nim 10-es, előtérbe kerültek azok a hajók, akik 11-re föl lehet őket vinni, tehát akiknek alapvetően már 9-es a pilot skilljük, így például Darth Vader, Captain Nim miatt jött csak egyedül vissza most a játékba. Nem veri egyértelműen Captain Nimet, de egy jó pilóta kezében meglepően jól tud szerepelni a Sith nagyúr. A Nim, hogy tovább vigye a Scan vonalon az, hogy beléd megyek, lebombázlak, stb. Ezért még egy autoblaster turretet is vitt, mert ő a Scam Nim szeret közel lenni, ezzel szemben a Rebel Nim általában távol szeret lenni, tehát a két pilóta felületesen nagyon hasonló, az összeállítások is nagyon hasonló, és mégis teljesen más játéstílust követel meg. Illetve valakinek az egyik jobban fekszik, mint a másik, érdemes lehet mind a kettőt kipróbálni, hogyha mind a kettő frakcióval játszatok. Hogy a Bomblet Generator, a Havoc Title és Genius, ami szintén egy eléggé alapvető felszerelésnek számít
Advanced szenzorral van felszerelve, hogy a PS10-en még esetleg tudjon belerollozni, és utána kidobni bombát, olyan bombát, ugye, amit a bomblet generátorral a template felfedés előtt kell, és akkor ezt ellenfél kevésbé látja előre. És ide még egy ponti cruise missile is befért. Így feltétlenül, mivel más modifikációt nem látok, volt egy guidance shift is ezen a nimen, de ez így hirtelen most nem látszik. Így ez az összeállítás konkrétan arról szólt, hogy berepülnek először range 3-ba a scam hajók, megpróbálnak két rakétával, egy torpedóval meg egy rakétával leradírozni valakit a pályától, aztán pedig Nim bemegy, és a scam Nim, amit a legjobban szeret, a zavarosban halászik, onnan elkerülhetetlen sebeket osztogat ki az embereknek, és Dengar pedig teszi a dolgát, bünteti a túlélőket. Hát ez egy erős összeállítás, ezt nem lehet tagadni. Ennek ellenére valahogy mégsem került be a 8-nál tovább. Persze nem azt mondom, hogy a 8-nál tovább, hát a 8 az egy hihetetlen jó helyezés, azt tenné itt bárki a kezét, hogyha egy ilyen rangos verseny odáig eljutna. De nézzük meg, hogy mik azok, akik esetleg mi nála is abban szerepeltek. Ugye ez az összeállítás, ez most gyakorlatilag, ami a Paratani helyett bejött, ugye ott a Manaru nerf után, úgy már Manarúval senki sem játszik, inkább az olcsó kontrakti scoutokat hozzák, és vagy 100 ponton hoznak még egy intelligent ehhez az összeállításhoz, amit itt láttok, vagy pedig úgy tűnik, hogy 99 ponton is hozzák. A ritkárgó shoot az ugye nagyon jó, más mindlinkes listák ellen, hogy mindenkit be tudsz stresszelni. Tehát azt hiszem, hogy azért a Paratani az itt volt, nem tudom, hogy decembertől egészen úgy, februárig, mert még talán egy picit utána is próbálkoztak vele az emberek, tehát azért ez most már kevésbé valószínű, hogy ilyet fogunk látni idehaza, de minden esetre Ventress a Lastrazi segítségével egy olyan dolog, amire érdemes lehet készülni. Ugye egy nagy hátránya, hogy ugye nincsen engine upgrade-je, tehát viszonylag kiszámíthatóan mozog, tehát mozgékony állszok ezt meg tudják enni. Fenrau, ugye pont ő meg egy mozgékony állsz, tehát ő jó lehet más mozgékony állszok ellen, ugye, tehát nagyon jól összeélnek ezek a dolgok. A scout pedig ott van, blokkol, stresszel, és csak hogy osztogatja azokat a két sebeket, és van 9 élete két agility-vel, ami nagyon-nagyon sokáig kitart. Számomra meglepő volt ez a Ray Miranda összeállítás, amikor annó néztem. Tehát itt a példa arra, hogy Ray-t azért a legtöbben kicsit leírták. Én se vagyok érdekifizettem, de vele is nem találtam meg a használatát. De érdemes vele próbálkozni, és erős. Egy Kane Angelus és Lorik lista számomra meglepően furcsa. Ugye ez azt mondja, hogy a Kane Bix listát Kane Lorikra lecserélt az ember, és még így is működik. Kifejezetten jól. Azért negyedik helyen jutott be, tehát mondjuk a 8 győzelmesek között picit gyengébb mobval, de hát akkor is legjobb 16-ba bejutott, az hihetetlenül szép eredmény. A Lorik azért elég sokszor megtalálja itt a listán a helyét, ahogy Miranda is, de itt például látható egy olyan Nora Wexley, akiről az ember azt mondaná, hogy ő meg hogy kerül ide, el nem tudom képzelni. És ami még fontos, az igazából az első helyezett meg a második helyezett listája, amit még érdemes megemlíteni talán. Így ez a Captain Nim és Koren Horn a lázadó oldalon, mind a kettő Advanced szenzorral, nézzétek meg a Nathan Eddie-nek a meccseit, nem tudom, vagy 4 meccse fönt van a Genkonról, eszméletlen, hogy mit művel a srác. Helyenként vállal a rizikót, de ezek általában kiszámított rizikók, hogy azért úgy nyert, tehát azért de legtöbbször nem fizetett rá ezekre a rizikó vállalásokra. Ugyanakkor tehát tökösen kellett játszania, tehát néha nagyon taktikusan kellett, néha meg tökösen bemenni, és ezzel a listával nagyon nehéz szerintem eltalálni, hogy mikor melyiket kell alkalmazni. Mert nagyon könnyen az egyik hajódat szinte teljesen el tudod veszteni, hogyha elrontod ezt a lépést, hogy most be kellett volna menned, vagy most menekülned kellett volna. Érdemes megnézni, ezeket a meccseket tényleg gyönyörűek voltak. És a második helyzet pedig Zachary Matthews volt egy Miranda Biggs Lorik listával. Ez is egy furcsa lista, Miranda a torony, ő osztja ebből a sebet. Lényegében, ha végére megmarad, akkor a végén nagyon boldog, hogy hoppá, nekem még itt van egy Mirandám.
Van neki egy rakétája is, van TLT-je, és vannak bomba, hát végtelen bombája van, és egy szabinja, tehát ez egy trükkös összeállítás. Nagyon fontos megjegyezni, hogy nem használ Advanced Lemet, mert erről majd érdemes lesz egyszer beszélni, ugye szó volt erről a Jump Master Gate-ről, tehát amikor a nerf kiszivárgott, hogy nerfelik a Jump Master-eket, és ott volt egy Advanced Slam nerf, amit megerősíteni látszik az, hogy egyébként bejelentették a Wave 12-t, amiről még itt szintén nem volt időm sajnos beszélni, és a Wave 12-ben érkezik az Assault Gunboat, ami tud majd slamelni, és jön hozzá Advanced Slam kártya, upgrade kártya, aminek a szövege az látszik, hogy megváltozott a most a carvingekhez kapható Advanced Slamhez képest. Tehát valami tényleg fognak változtatni az Advanced Slam szövegezésén, és akkor nagyon jó eséllyel azt fogja bevezetni, hogy csak Slam után olyan ingyen akciót kaphatsz, ami az akció sávodobva rajta, tehát akcióbombákat nem tudsz ledobni. Na, ez a Miranda, ez csak bomblet generátorral üzemel, így őt nem fogja érinteni ez a nerf. Érdemes végignézni az eredményeket, azért ide ért valahogyan egy birodalmi játékos, ugye ezt a valahogyan ezt úgy mondom, hogy amikor megnézzük majd a többi, a másik három nationalst, a franciát, a németet és az amerikait, az tele lesz, legalábbis ebből kettő biztosan, hogy emlékszem, birodalmi, komoly eredményt elérő birodalmiakkal, de itt még augusztus elején nem szavaztak meg az emberek annyi hitet a birodalomnak, ugye Quickdraw, Chinrau, Kyle, Loren fejlesztéssel felszerelt build azért a kiemelkedő 8. hely, legjobb 8-ba bejutott. Nagyon vicces még szerintem ez a lista, ami talán jó lehet akkor, hogyha visszajön a birodalom, így nem tudom, hogy került oda. Ugye érdemes megnézni a két Scourge mellett ezt a Trandosh Enslaver-t, ami ugye a klasszikus partibusz. És a partibusznak egy olyan változata, amiben Fordlum, Zukusz és Dengar ott üldögél, ugye volt Fordlum, Zukusz és Boba változata is talán a partibusznak. Minden esetre őhez ugye főleg ászok ellen egy jobb összeállítás, így egy viszonylag ász szegény, mármint olyan ászokra gondolok itt, akik sok agilitivel rendelkeznek, úgyhogy ők most a Gen Con-on nem szerepeltek olyan jól, így számomra teljes mértékben meglepő, hogy a legjobb 4-be bejutott, tehát majdnem döntőbe. Vannak itt még ugye Inaldra, Fenrock Dengar listák, Captain-i minden verzióban, most ugye nagyon próbálgatják őket az emberek, Palob és Captain-i Mindlink-el, Captain-i Veteranin szinttel, tehát próbálgatják az emberek az új vévet, az agresszorokat kicsit kevésbé, legalábbis ami a Gen-Con-t illeti, nézzük meg mindjárt, mi történt a német Nationals-en. A német Nationals-nek sajnos az eredményeit részletesen nem töltötték föl a Lidzságlerre, vagy legalábbis én sajnos nem találtam meg, de ugyanakkor megnézhetjük, hogy milyenek voltak felületesen nézve a legjobb 16-ba bekerülő listák. Hát érdemes megemlíteni, hogy egy Dengar-Ném párosítás nyert, ugye ez a jó helyezés előttel a Gen Con-on is, nem meglepő. A döntőt egyébként egy Dengar Fenn Inaldra ellen játszotta, tehát így megvan adva, hogy mi a második helyezett. Ami még érdekes, hogy a legjobb négybe bekerült 4 darab legolcsóbb Skurg, ami, hát ugye, hogy mit nem mondjuk, ugye mutatja, hogy az a hajó az lehet, hogy eléggé fölfele lett áradva, mert 4 B-wing-el senki nem jutna be most egy ilyen versenynek a döntőjébe, az Hoziher. Ezzel szemben a Skurg-ok bejutottak, talán még autoblasztertúrát, valami fél rájuk, vagy talán nem mondom, hogy rakéták férnek rájuk, valami még férhet rájuk, most fejből nem emlékszem, hogy hány pontosak, szóval még pár pontnyi fejlesztés is volt rajtuk talán. Ugye ez a kettő pedig a döntőbe jutott csapat volt, és itt volt egy Nim, Assage és a Sunny Bowden, aki az M3A Interceptorban, tehát a szikekben üldögél. Ugye ez egy nagyon érdekes összeállítás, mert Sunny-t még sehol az égatti világon nem láttam, és a Nim Assage se valami túl gyakori, hogy itt az ember a rendszeresen lássa. Emellett ugye volt még egy Dengar Nim párosítás, volt még egy Dash Miranda, és még valamelyik új, de
ami még a legjobb nyolcba bejutott, ez egy Han Solo és egy Nim, Captain Nim, ez egy lázadó összeállítás. Igazából található neten egy videó arról, hogy a Store Championship-et is megnyer egy ilyen. Ezzel egy számomra ez egy nagyon furcsa elgondolás, hogy miért jó most Han, de más is gondolt erre. Benji-nek van egy ilyen ötlete, hogy Han Solo az most reneszánszát fogja élni. Én szkeptikus vagyok minden esetre, ez is azt mutatja, mint hogy a Gen-Con-on is bejutott egy Rey, hogy aki fog egy aránylag szolid pilótát, kitalál köré valami koncepciót, az be tudja reptetni kellő gyakorlással, vagy pedig hát kellő tehetséggel. Ugye? Ugye ez számítanak az, aki milyen pilóta, hogy repül, hogyan kapja az ellenfeleket, stb. Ez csak olyan faktor, ami szerepet játszhat abban, hogy hogyan alakul egy mérkőzés. Itt anélkül, hogy végigmennék a másik 8 listán, és azért látható, hogy főleg Scam uralom volt még ezen a versenyen, de ha jól emlékszem, konkrétan ezzel párhuzamosan futott a Francia Nationals, vagy talán egy héttel később futott a Francia Nationals, ez 12 napja volt mostanhoz képest, ugyanazon a hétvégén volt szóval a French Nationals is, és ott azért a pilotalom kifejezetten jól szerepelt. A Francia Nationals-en 168-an voltak, ha minden igaz, és augusztus 26-án tartották, tehát ugyanakkor gyakorlatilag, amikor a németet, és nézzük meg, hogy pontosan mi is zajlott le. Ahogy végigböngésztem gyorsan újra az eredményeket, úgy néz ki, hogy itt a legjobb 32-re vágtak. Hát ilyen játékos számnál már elképzelhető, hogy ez az eljárás. Kicsit furcsa látni, hogy van 9 győzelmes, de 8 győzelmes, mert nem lehet. Itt lehet, hogy az adatokat valami nagyon érdekes módon vitték be. Ebben most nem akarok belemenni pontosan győzelmek számába, mindesetre ezért egy egész tiszta erősorrend az, hogy ki hanyadik lett. Egy Dengar Nim szokás szerint az élre került mondhatni. Egy régi típusú, tehát ilyen Fellowship Rebels, első generációs, ahol még a Tenkai-rel van felszerelve a dolog, és nem Lórikkal, egy olyan, meg Raylennel, egy ilyen bejutott, szintén a legjobbak közé, nagyon előkelő helyezéssel. Igen, most közben rájöttem, hogy valószínűleg azért váltakoznak itt ezek a szkórok, mert amikor már kieséses rendszerben valaki nyert, akkor is megkapta érte a megfelelő pontszámot. Szóval a Swiss rank az mérvadó, hogy egymáshoz képest hogyan végeztek, de nehéz visszaszámolni belőle, hogy akkor éppen hány győzelemmel kerültek be a vágásba. Néhol látható Assage, látható egy Fenn, Nim, meg Sunny Bounder, valami nagyon furcsa összeállítás. Nem mondjuk, hogy kapásból látszik, hogy egy Heavisick title lemaradt, szóval az valószínűleg még oda beleszámítana a két pontért. Vagy azt így nem látom most kiírva. Egy Nim, Miranda előkelő helyen végzett, bejött az ötödikre. Miranda Dash. És hol vannak a beígért birodalmak? Hát kapásból itt van egy, amelyik úgy tűnik, hogy nem maradt már a döntőre, mert valahogy kinullázhat a menet közben kilépett, és itt a 9. helyen végzett egy Palpatine Shuttle Inquisitor is riált, tehát ez valami nagyon klasszikus birodalmi lista, nem valami új stílusú. Három Defender, ugye Nerf óta egyáltalán nem látni őket. És akkor végre az új hajó közül itt látunk egy agresszort is jól szerepelni, Quickdraw, Darth Vader, ugye fontos megjegyezni, hogy ezek a PS11-en van Quickdraw is, meg Darth Vader is, Kestrel is 9-en van egy Cruise Missile-ja mind a háromnak, és Quickdraw-nak van egy Fire Control szisztema, meg egy Targeting Synchronizer-e, tehát Kestrel-től még azt se várjuk el, hogy ő target lockolni tudjon a rakétája ellövésére, ő szintén arra fogja lőni a rakétáját, akire Quickdraw tudott lőni. Ez az úgynevezett birodalmi PS11-es Alpha Strike lista, és legjobb 4-be bejutott, és eleve a 11. helyen végzett a Swissben, tehát az is kifejezetten előkelő, és hát folytatta tovább a menetelését. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy ugye Darth Vadernek ebben a felállításában nem fér el sajnos engine upgrade. Ugye ha Kessel helyett valami ki olcsóbbat hozunk, mondjuk Tomax Brent, akkor be lehet szakolni egy engine upgrade-et, és akkor még ugye esetleg nem kell a targeting synchronizer sem. Szóval lehet itt még játszani, tehát vannak itt variációk.
Ugye az Inquisitort is föl lehet húzni, de PS10-re, Juno Eclipse-et föl lehet húzni PS10-re, őről mindig megfeledkeznek, hogy nem egy olyan rossz pilóta, hát a TIE Advance kevésbé jó, de most ha azt számít, hogy PS10-en lőjél egy rakétát, akkor arra teljesen megteszi. A pilóta képessége ugye minél magasabb PS-en lép, minél később annál jobb. Így. Nem csodálkoznék, ha őt is látnánk. Most a egyik angol, tehát az angol Facebook csoportban valaki pedzegette, hogy ő Junót visz, tehát ezt ő ezzel egészíti ki a dolgot. Egy kifejezetten neves angol játékos. Dash, Nim, vagy itt 14-en, de aztán úgy tűnik, hogy nem indult tovább, vagy valahogy kiesett, ezért nem látni ebből. Dash, Nim, Ré, Janors, itt van egy Fairship Rebel 2-es verzió, és mielőtt arról beszélünk, hogy egyébként egy Dash Nim nyert, szeretném megmutatni, hogy a második helyzet szintén egy birodalmi lista, Darth Vader, Quickdraw, és egy olyan Yor, ami nem Palpatine visz magával, hanem Kylo Ren. Ugyanakkor le tudja venni a stresszeket a Quickdrawról meg a Darth Vaderről, így például Darth Vader egész nyugodtan tud megfordulni 4K-val, ugye ez egy 4 sebességi manőver, ami a cruise missile-ot 5 kockás támadású fegyverré változtatja. Aztán jó ilyen teltre bura dengár, vannak ezek a szokás, idézőben szokásos kombinációk, amik nem olyan régen voltak. Ilyen Omega Leader, Backdrive, Quickdraw és hasonló Omega Leader, Veszeli, Inquisitor. Anélkül, hogy végigolvasnám mindent, még egy Whisper is föltűnik, bár igazából ez kifejezetten figyelemre méltó, hogy idáig eljutott, hiszen ne felejtsük el, tele van minden most PS10-es és 11-es pilótákkal, így a PS9-es Whisper, az nem tudom mit tud csinálni, még akkor is, hogyha 9-es Chirauval van esetleg megtámogatva. Ugye nagyon tetszik egyébként az összeállítás, hogy itt ugye van egy Kylo Ren, egy Palpatine, ez megtölti a kruszatokat, adaptability az 0 pontos, és mi pond befért az Engine Upgrade hozzá téve, vagy akkor Whisperen nem tudtunk legénységet tenni, ami át azért nem kellemes. Tehát látszik, hogy miközben Németországban egyetlen birodalmi lista ért oda a legjobb élmezőnybe, a franciáknál teljes mértékben tele van az egész birodalmi játékosokat. A legjobb 4-be 2 jutott, és mégsem fogjuk azt mondani, hogy hirtelen nerfeljük a birodalmat. Kellett egy kis átmeneti idő, amíg a meta elkezdett az egyik irányba fordulni. Megmutatta, hogy PS10-en ott van Nim, őt nem lehet igazából megkerülni, tehát Nimre készülni kell. És a birodalomnak vannak olyan ászaik, akik egészen jól tudnak erre reagálni. Ennek a blokknak a végeként pedig megtekinthetjük az amerikai nemzeti bajnokságot, tehát az United States-nek a National State-t, amit a egyik kedvenc X-Wing játékosom Paul Heaver nyert meg, akinek az az érdekessége, hogy legjobb 64-be csak 58. helyen jutott be, egy 2-300 fős versenyen, az itt nem rossz az 58-dik, de hát az ugye pont azt jelenti, hogy 57-en addig jobban szerepeltek nála a nap. Itt jön elő az, hogy azért a Swiss rendszer, a svájci rendszer és a kieséses rendszer között milyen különbségek vannak. Hozzá tartozik, hogy a 64. helyen való bejutáshoz azt hiszem, hogy Paul csak 4 meccset nyert meg az első 6-ból, legalábbis az első napon 4 meccset nyert meg az első 6-ból. Szerintem utána volt két ilyen blokk, amit az angolok úgy hívnak, hogy heat. Egyik nap is repült a pilóták egyik fele, másik nap is repült a pilóták másik fele. És utána nézték meg, hogy ki a legjobb 64 összesítve a győzelem és a MOV alapján. A legjobb 16-tól a döntőig, azaz 4 meccse található fönt a Steel TV-n, vagy pontosabban Stele TV-nek írják azon a YouTube csatornán, remek angol kommentárral, remek képminőséggel, még a kockák is szépen látszanak mindig, de mondják is, látszanak a kritek, fogynak folyamatosan az életek. Eszméletlenül repült Paul a Nim Miranda párosításával. Egy nagyon szoros döntőben verte meg Tim Hiltont, aki egy Lorik Miranda Bix párosítással játszott. Jó, az eszméletlen szoros az
az kétséges, mert igazából szoros volt egy pillanatig, és utána így egy csettintésre gyakorlatilag, amint Paulnak elkezdte betalálni a bombái, így leradírozta az ellenséges Mirandát. Ez benne van a játékban, ugye. Mindenki viszi már megszokásba azokat a kockáit versenyre, amiről ugye azt hiszi, hogy több hitet, mert több kritet dob. Az feltételezem, hogy vagyunk így egy páran. Hát ezek ellen a bombák ellen, ezek írtó rosszak ezek a kockák, amikre úgy véljük, hogy nem pont szabályosan dob. Na, azért nem, azt hiszem, nem szabályosan dob, de szerintem mindenkinek van ilyen szerencse kockája, jaj, jaj, én ezt a kockát úgy érzem, hogy ez jobban dob, mint az átlag. Hát azok a kockák nem jók a mindenféle bombák ellen, amikor a saját magad versősebzést dobott ki. Amit tényleg egy utolsó lövésig izgalmas mérkőzés volt, az a Travis Johnson elleni meccs a Paulnak, amit megtekinthettek, az ott három Jump Master ellen, ahhoz képest, hogy Németh le elsőnek, mondjuk az időre már fél pont, fél életem volt ez a Jump Master, és onnan egy full életes Miranda ezt még valahogy le tudta hozni. A végén még egy crittől leeshetett volna, tehát utolsó pillanatig gyakorlatilag szoros volt. Még mit kell megnézni? Manzano-nak a serege még sajnos nincs feltöltve, tehát őt többen dicsérték, hogy őt rá érdemes figyelni. Emellett nézzük, hogy a Duncan Howard elleni mérkőzés, igen, ugye talán itt a legerősebb birodalmi játékos, vagy ugye, mint hogyha talán Josh Holtnak is birodalmi serege lett volna. Duncan Howard most továbbra is a legeredményesebb X-Wing játékosnak számít. Élő, van egy, bevezettek az amerikaiak egy ilyen élő X-Wing rangsort, ami az elmúlt egy évnek vagy másfél évnek az eredményeit számítja. És most Paul följött így a második helyre, hogy megnyerte a US Nationals, de Duncan Howard viszont stabilan mindig ott van mindenhol. Sok mindent megnyert, nagyon sok regionális megnyert. Így most ezzel a nyolcadik helyen is megőrizte a ranglistán az első helyezését. Majd ezt a ranglistás oldalt is belinkelem, ez valahogy a különböző meccsek eredményeiből, nem meccsek eredményeiből, hanem a különböző verseny eredményeiből számítja automatikusan, valahogy súlyozva a verseny komolyságával a pontokat, és az alapján van egy rangsor. De Duncan Howardnak hozzátartozik a listájához, hogy ő ilyen furcsa hibrid megoldást választott, mert hozott egy 11-es Vadert Alpha Strike-olni, meg egy Omega Leader-t, meg egy Yord Palpatine-nal. Ez szintén azt mutatja, hogy amikor látunk elemeket, amelyek tetszenek, ugye most ez a PS11-es Alpha Strike, ami menő, az hogyan vegyítsük más-más hajókkal. És fontos megemlíteni például, hogy Omega Leader-en volt egy hull upgrade, amit szerintem még soha senki nem tett rá. Hamarabb tennének rá egy sales device, de ugye most a bombák mellett lényegesen jobb ez a hull upgrade. Gondolom, hogy a többi meccsen kifejezetten jó szolgálatot tett. Itt is végül is hamarabb, először Darth Vader halt meg a bombáktól, és utána halt meg csak később Omega Leader TLT tűzben. De ha nem lett volna Omega Leaderen ott a hull upgrade, akkor már korábban meghalt volna, csak akkor így végül nem oda szabinozott, hanem Darth Vaderre szabinozott. Paul Heaver. Így azt kell mondani, hogy itt is meg tudtam mutatni, hogy nem csak az, hogy a franciák annyira furcsán játszanak, egyébként hozzátartozik, hogy tényleg a döntő, a legjobb négybe került birodalmi játékos a francia Nationals-en, azt nem mondtam, de egyébként egy angol játékos, aki csak átugrott a csatornán játszani. Tehát itt nem arról van szó, hogy a franciáknál volt egy annyira elszigetelt, egyszeri eset. A birodalomnak úgy néz ki, hogy helye van jelenleg, még ha ilyen nagyon-nagyon speciális módon is esetleg, vagy magas PSU ászokkal, de most a contracting scoutokat, vagy ezt a Fellowship Rebelt, amikor van a Bix meg a barátok, ezt a számítva minden más lista tele van magas pilot skill-ű ászokkal, így annyira nem meglepő, hogy a birodalom is ki tud állítani egy listát, ami jó. És még egyszer ugye itt van a pilot skill 10 a NIM, most valahogyan el kell tudnod kell kezelni ezt a nimet. És az, hogy hogyan kezeled német, az már egy teljesen más kérdés. Ugye érdemes megpróbálkozni azzal, hogy látod, hova dobja a bombát. Ugye ezért kerültek most a PS11-en repülő ászok előtérbe.
Pódemeronra nem szívesen tennék a PS9-es és egy veterán nézszintet. Nézem, hogy egyáltalán ki van még ott a lázadásnál. Mondjuk ugye Tycho-t 10-re föl lehet vinni, de Tycho már régóta nem az a hajó, akit szívesen hozunk. Hát megnézhettem volna egyébként, kik vannak a lázadásnál. Talonbén Kobrát, Fenrault még nem visznek, de lehetséges, hogy az hozza a jövő, hogy őket is fölvisszük 10-re, vagy 11-re. Hát akkor mondjuk inkább 11-re visszük, hogy biztosan nem előtt lépjünk. Vagy pedig hagyjunk egy komolyabb initiatívbitet, hogy ez ne okozon problémát. Tehát Nim megérkezett, itt van, mellettem, nagyon ijesztő, és amíg nem tudtok bele lépést tartani valamilyen szinten, addig nagyon komoly problémákat fog okozni, mert a scan verzió az artodba megy és megöl, a rázó verzió pedig szép magyar szóval kájtol téged, azaz az menekül előled olyan szinten, hogy te neki hasznos az, hogyha követed őt, ugye ez a kájtolást, ugye a sárkány eregetés, tehát fogod a sárkányt, adod egy szállt, te meg mész a sárkány után. Papírsárkányról beszélünk. És ez kájtolni fog téged, dobálja hátra a bombákat, ő TLT-vel lövöldözik messziről, megkapja a range bónusz, ezt meg azt. Kellemetlenebb hajók, dolgoznod kell azzal, hogy valamit a Nimmel tudjál kezdeni. Teljes mértékben megkerülhetetlen része lett a játéknak. Nem mondjuk feltétlenül, hogy baj, szerintem minden egyes hullámban volt olyan hajó, ami jött, kisebb-nagyobb késéssel, de befolyásolta. Ugye, most képzeljük a játékot quick draw nélkül. Mármint ugye nem kell, mert már itt van quick draw, de amikor megjött, akkor uram is, te rálövök quick draw-ra, visszalő, itt van Dengar, rálövök, visszalő. Ray újra dob a tűzévében. Mindig volt egy-egy olyan lap, ami hajtotta azt, hogy mi számít erősnek, és mi nem számít erősnek a régebbiek közül. Most Nim, pont egy ilyen lap. És még egyszer mondom, hát Vader visszahozta a játékba, hát azért azt hiszem egy jó dolog, hogy tehát Vader ott van az asztalon. Ugye még ha majd egy Luke Skywalker-t is ráteszünk az asztalra, akkor leszek elégedett, de ez már alakul, ez már alakul. A másik, amiről beszélnünk kellene, az talán Bix és barátai. Ugye a Fellowship Rebels-t én már többször mondtam, hogy nem érzem annyira borzasztónak, mint hogy páran levestették, de volt szerencsém most játszani ellene, mert eddig úgy mondogattam, hogy én voltam a Fellowship Rebels-szel, és mondtam, hogy szerintem nem idegesítő, hát az nyilván egy elfogult vélemény volt. Most a legutóbbi versenyen, a ligában, ami szám szerint vagy a 8. liga forduló lehetett, kettő darab Fellowship Rebels-szel is sikerült játszanom, az egyiket megvertem, a másiktól kikaptam, és ennek a tudatában tudom azt mondani, hogy szerintem jóval kevesebb a úgynevezett negatív play experience, amiről az előző adásban beszéltünk, mint amit páran költöttek. Mert ha tudod a listát tartósan, fogolyamatosan sebezni, elosztja. Tehát itt lesz egy pillanat, hogy nem fog olyan hamar meghalni egy hajó, mint szeretnéd, de meg fognak idővel halni, ha elég sokáig tudod őket lőni. Természetesen, hogyha szembe repülsz velük, tehát azt csinálod, amik őt szeretnének, akkor meghalsz. De minden egyes lista az olyan, hogyha azt csinálod ellene, amit ő szeretne, akkor te jó eséllyel meghalsz. Mert feltételezve, hogy a te listád nem csinálja esetleg még hatékonyabban ugyanazt a dolgot, mert akkor ez nyilván egy más kérdés. De ugye most a Fellowship Rebel, ő egy úgynevezett Jouster típusú lista, ugye ez a lovagi hagyományokból ered, amikor ugye kopját, ugye ez a kopja, igen, de leszegik a kopját, és egymásba mennek egy ilyen lovagi viadalon, és mennek, 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 és így puff. És megnézzük, hogy ki éri túl ezt a katasztrófát. Ők a Jouster listák, ugye van erről valami cikkünk még régül, hogy az X-Wingnek a pillérei, voltak a Jousterek, az Arcdodgerek, a töretek, és akkor ugye szépen jöttek még be, nem tudom, most már ugye bombázók, support hajók, stb. Most már ugye van vagy 5 pillér nagyjából, de a klasszikus három, a Jousterek, az Arcdodgerek, meg a töretek, ők mindig is itt voltak. Csak éppenséggel a Jousterek nagyon régóta feledésbe merültek, elfelejtettünk ellenük játszani. De kik voltak a klasszikus Jouster listák? Tie Swarm. Tud valaki Tie Swarm ellen játszani? Nem. Mert nem játszunk Tie Swarmot, mert a Tie Swarmnak annyi kellemetlen matchupja van, hogy nem játszunk Tie Swarmot most már. De úgy, hogy én most, nem tudom, játszottam Swarmot, lázadó Swarmot tavasszal valamikor,
Nekem nagyon szimpatikus volt, hogy most négy hajóval is hasonló hatást el tudok érni, mint hattal, tehát megvan a swarm feeling, támogatják egymást a hajók, ez a legjobb lázadó hagyomány, amit csak el tud az ember képzelni. És van egy játék stílus, amit szeretnek. Tehát a jousztolásba nem fogod őket megverni, körbe kell őket repkedni, le kell őket bombázni, ki kell őket kerülni, ezer és egy dolgon meg lehet őket verni. A egyedüli probléma ugye az, hogyha sokáig halogatod, és nem tudsz semmit cserélni, akkor, hát igen, akkor a Final Salvo-ban jó esélye kikaphatsz. De ez nem jelenti, hogy nem lehet őket megverni, csak kell, hogy legyen egy tiszta játékterved az egész folyamatra, és ezt véghez vinni. De hogyha van egy-két meccs tapasztalatod, tehát hogyha gyakoroltál esetleg, mert volt szerencséd valakivel összeülni és gyakorolni, akkor szerintem teljes mértékben verhetőek, nem szerepeltek kiemelkedően jól ezeken a megnézett versenyeken. Itt is volt Biggs, ott is volt Biggs, tehát nem azt mondom, hogy nem jó a Biggs, vagy nem jó a Lórik, nagyon jó hajók, de nem arról van szó, hogy 8-ból 8 Biggs Lórik összeállítás lenne, hanem egyes pilóták úgy döntenek, hogy ők ezt hozzák, és jól szerepelnek vele. Feltetőleg az a pilóta mással sem végzett volna lényegesen rosszabbul. Így azt mondom, hogy a Biggs ellen, Biggs és baráta ellen nem árt, hogyha van valami taktikád, nem árt, hogyha nem repülsz velük szembe például, de továbbra is egy olyan dolog, amit szerintem lehet kezelni. Ellentétben mondjuk azzal, hogyha kilövik az összes hajódat, vagy a fele hajódat, mielőtt csinálsz valamit. Ezzel szemben, szóval ezzel együtt azt mondom, hogy az Alpha Strike listák, például a PS11-es birodalmi listák ellen szerintem rosszabb játszani. Mondom én. De mindenki meg lehet erről a saját véleménye, természetesen erről lehet beszélgetni. És amiről még beszélni szerettem volna, hogy jön ugye a Nationals, ami egy Szilának nagyon kedves dolog, hogy végre egy ilyen komoly X-Méges versenyt fogunk idehaza tartani, és gondolom nem én vagyok az egyetlen, aki szeretne magához képest jól teljesíteni. Ez most egy hülye hangzik, de értve az alatt, hogy nem azt mondom, hogy meg akarom nyerni, meg szeretném nyerni, elégedett leszek egy nem feltétlen győzelemmel is, amíg úgy érzem, hogy én mindent megtettem a saját tudásom szerinti legjobb játékhoz. Tehát nem a győzelemre játszom az X-Winget, ezt remélem, akik szoktak velem játszani, azok ezt érzik. Én azért szeretem játszani az X-Winget, hogy én jól játszak, én jól teljesítsek ezt az egészet, valahogy úgy fogom föl, mint egy közösségi puzzle, tehát van ennek valami puzzle rész, hogy én az ellenfél listája ellen hogyan játszom a saját játékomat, és mindemellett ez ugye egy közösségi esemény. És a Nationals egy ilyen megméretetés lesz, ahol hát az eddig legkomolyabb idehaz, amit meg fogunk rendezni, és nem valószínű, hogy fogunk mondjuk System Open-t vagy ilyet tartani. Már 66 jegy elkelt, lehet, hogy a 100 eladott jegyig is el fogunk esetleg jutni. Szóval duplája lehet annak, mint amennyi bármi X-Wing játékost egy helyen látunk ide haza. Nagyon, nagyon várom. És szeretnék magamhoz képest jól teljesíteni, ami azt jelenti, hogy szeretnék valahogy gyakorolni. Hogyan gyakorol az ember? Például más magyar versenyek, azok nagyon jó eredményt, nagyon jó felkészülési lehetőséget jelentenek erre a versenyre való felkészüléssel. A farkába harapó kígyó lett ez a mondat. Szóval nézzük meg, hogy milyen magyar versenyek lesznek szeptemberben. A szeptemberi versenyszezont egy 8. Batta Battle páros verseny mellett, ami nem valószínű, hogy még fogtok róla értesülni innen, igazából a szeptember 16-ai szegedi verseny fogja mondhatni elindítani, ami többek között egy Red Squadron Invitational verseny, így arról a linket majd beteszem alulra, hogyha valaki most így nem tudja, miről van szó. A lényeg az, hogy a Szegedre menjetek lejátszani, aki ráér. Akinek véletlenül nem jó a Szeged, 16-án az Győrbe mehet 17-én, és speciális formátumú retro versenyük lesz. Ha valaki mind a kettőre elmenne, az szerintem legyőző lenne, ugye nyilván a pestiek vannak esetleg a legjobb helyzetben ennek a achievementnek a állnokolására, de felajánlok valami altárt kártyát annak, aki elmegy mind a kettő versenyre, és végigüli mind a kettőt, és végigjátsza minden kettőt helyezéstől függetlenül, majd
jelentkezzen nálam az, aki teljesíti ezt a challenge-et. A győri versenyre egy héttel rá, a 9. ligaforduló, standard dogfight. Remélhetően minél többeteket fogunk ott találkozni, oda elmegyek. Sajnos az előző hét az, hétvége az nem tudok részt venni, egyéb fontos elfoglaltságom van, és így én csak akkor fogom megkezdeni a versenyeken való fölkészülést, addig remélhetően lesz időm egy pár mérkőzés barátokkal gyakorolni. Szeptember 24, Liga 9. forduló. És végül, de nem utolsó sorban, az októberben megtartandó 5. szolnoki forduló is megrendezésre kerül. Azt nem látom sajnos, hogy le tudok-e menni előre. Minden esetre ez közvetlenül egy héttel lesz a Nationals előtt, szóval aki még gyorsan ki akar valamit próbálni, nem fog jobb alkalmat találni ennél. Mindig nagyon jól éreztem magam a szolnokon, sajnos utána egy vagy kettőre tudtam én csak ide lemenni a négyből. Remélhetően minél többen ott lesztek. És akkor a nyomatékosítás kedvéért, október 7-e, 8-a az első Hungarian National Championship. Jó lesz, nem lehet nem jó. Remélhetően lesz stream, most éppen dolgozunk a stream fejlesztésén. A többes szám még egyelőre kicsit királyi. Minden esetre ígérnek nekem egy kölcsön egy jobb kamerát, mint amit megszoktatok. Remélhetőleg azt már sikerül 24-én beüzemelni, és próbálkozunk fejleszteni a kijelzőnek a dizájnját, és azt is nem tudom, beáltozott egy-két hónapban, de most még találtam egy jó csomagot, amit nagyjából be lehet vetni, és ilyen profi mutatni a életeket, pajzsokat, listákat betölteni, és nem egyesével kéne begépelni hülyeségeket a seregekből. Hát ha ez összejönne, az szerintem nagyon dobna a közvetítésen. Nagyjából ezek szerintem a főbb események, amelyekről itt beszélni akartam volna. Ha van valami kérdésetek, akkor azt tegyétek fel, küldjétek el. Van egy ilyen e-mail cím, hogy vörösötösblog@gmail.hu. És bár az előbb azt mondtam, hogy .hu szerintem, de igazából nyilván .com-ra gondoltam. Közben hát a szerkesztésnek hála itt megjelent a fejem fölött a felirat. És biztosan elfejtem, hogy mit akarok mondani. Talán nem is akarok többet mondani. Örülök, hogy megnéztétek az adást. Sziasztok!